Jó reggelt, sziasztok, Chartbank vagyok. 2023. március 9. napján ez a kávésüti Bitcoin, nézzük, hogy mi újság a Bitcoin világában. Szórakoztató tartalom, nem befektetési tanácsadás, ezek csak az én reggelenkénti dűnyögéseim. Tegnapi nap olyan őrületes mozgás a hagyományos piacokon nem volt, ahogy látjátok itt oldalt, a Standard & Poor's 0,1%-os növekedést produkált, ellenben a Dow Jones 0,2%-os csökkenést, a Russell Index gyakorlatilag zéróban fejezte be a kereskedést, és a euró-USA dollárra, ha ránézünk, ő is gyakorlatilag ugyanazt a mozgást folytatja, mint az előző héten, úgyhogy nagy változás a hagyományos piacokon tegnap nem volt. Hogyha a Bitcoinnak a grafikonját nézzük, és kezdünk itt egy hetes idősávon, akkor a trend struktúra tekintetében azt látjuk, ugye most már a hétnek azért megérkeztünk a feléhez, és ezt a szintet, ezt a 23 ezer dolláros szintet, ahol a két rövid mozgó átlagnak a keresztezése van. Ezt mondom nektek hét eleje óta, hogy ez egy fontos szint lesz a héten, hiszen ahhoz, hogy ezt a lefele keresztezést el tudjuk kerülni, ahhoz a Bitcoin bikáknak bizony itt kellene magabiztosan 23 ezer dollár fölött kereskedni a Bitcoinnak az árfolyamát. Ez azonban jelenleg nem tűnik megvalósíthatónak, inkább ennek a zónának az alsó felén van a Bitcoin. Azt is említettem nektek, hogy ezt a 21.800 dolláros előző zárót itt, ahol most a nyíl van, ezt érdemes figyelni, gyakorlatilag erre támaszkodott, erre ült fel a Bitcoinnak az árfolyama, úgyhogy megérkeztünk egy fontos támaszszintre, viszont mivel a hétnek most már a felét eltöltöttük itt bőven a 23.000 dolláros szint alatt, ezért vagy nagyon gyorsan felkereskedik ide a bikák a Bitcoinnak az árfolyamát, és akkor el tudják kerülni ezt a keresztezést, vagy pedig a hét végére felkonfirmál nekünk ez a két rövid mozgó átlagnak a medvés keresztezése, és azok számára, akik a konszenzió rendszer szerint terelgetik a Bitcoin pozíciójukat, és hetes csárton kereskednek, a long 3-asból a long 2-es pozíció méretre való áttérést fogja jelenteni. Az igazán fontos szint itt az egyhetes csárton ez a 19.820.000 dolláros szint lesz, itt jön a magas mozgó átlagunk, ezt a szintet már nem nagyon kellene a Bitcoinnak elveszítenie, hogyha itt látnám a Bitcoinnak az árfolyamát, akkor komoly kételjeim merülnének fel azzal kapcsolatban, hogy itt valóban valamiféle tényleges trendszintű ébredést láthatunk a piacon. Akkor, hogyha az oszcillátorokra ránézünk, akkor az RSI-nek mozgásában azt látjuk, hogy továbbra is gyenge, megy lefelé, és most már majdnem lement az 50-es szint alá. A bigák nem szeretnék, hogy hetesen 50 alá bemenjen az RSI-nek az árfolyama. Saját exponenciális mozgó átlagai alatt van, és azok is csökkenésbe kezdtek, úgyhogy alapvetően nem különösebben szép az RSI-nek sem a trendje. Igazából, ahogy rajzoltam nektek tegnap is, ez a mozgás, amit novemberben indult, ez az emelkedő trend, ez egy nagyon-nagyon fontos. Illetve háromnaposan rajzoltam, mert az emelkedő trend itt a hetesen már tavaly júniusban megindult, ez itt a hetes csárton egy nagyon-nagyon fontos momentum, nézzük meg, hogy itt volt az RSI-ben folyamatosan egy lefele trend, és ez a lefele trend itt ezen a ponton megtört, és azóta ez a felfelé trend az irányadó, akik a hetes csártot kereskedik, azoknak azért ezt a hetes felfele RSI trendet nagyon-nagyon érdemes figyelniük. A csártbank momentum oszcillátorra, hogyha még ránézünk egy pillanatra, továbbra is folytatja lefele az útját, magas mozgó átlag alá készül lekeresztezni, és a magas mozgó is készül lefelé fordulni, tehát egyértelműen fogy a lendület, fogy a momentum itt az egyhetes Bitcoin grafikonon. Háromnapos Bitcoin grafikon én igazából ezen az idősávon kereskedem a saját Bitcoin portfóliómat, és a hetes idősávot arra használom, hogy egy tágabb perspektívát adjon nekem, a napos idősávot pedig arra használom, hogy egy kicsit pontosabban tudjak célozni. Itt a háromnapos idősávon itt volt ugye egy mozgó átlag keresztezésünk 23.500 dollárnál, ez volt az a szint, ahol a konszenzió rendszer szerint a long 3-asból a long 2-es pozíció méretre való áttérésre megvolt az indikáció, és most egy nagyon fontos támaszszintre érkezett a Bitcoinnak az árfolyam, ezt jelöltem nektek tegnapi nap is, itt egy csúcs volt, itt is egy ellenállás volt, itt egy támasz volt, és most ismét erre a szintre készül feltámaszkodni a Bitcoinnak az árfolyama. A két rövid mozgó átlagunk az tart lefele, csökkenésben van. Igazából a trend struktúra szempontjából itt a háromnapos csárton a bikáknak az lenne a feladata, hogy ezt a 23.500 dolláros szintet, ami látjuk, hogy itt fontos záró is volt, itt pedig egy medvés mozgó átlag keresztezés volt, ezt kellene a bikáknak ahhoz átkereskedni, hogy a mozgó átlagok emelkedésbe tudjanak kapcsolni. Abban az esetben, hogyha továbbra is itt látjuk ezen a szinten a Bitcoinnak az árfolyamát, illetve ez a 21.800 dollár, amit itt láttunk egy korábbi záró, ez alatt zárna a Bitcoinnak az árfolyama, akkor a következő figyelendő szint az itt lesz 20.000-20.800 dollár környékén jön fel a magas mozgó átlagunk. Ezt, hogyha a rövid mozgó átlag lekeresztezni, az a konszenzió rendszerben további pozíció csökkentésre adna nekünk indikációt. Az RSI az
továbbra is jön lefelé. Ez a divergencia, amit itt láttunk, hogy emelkedő csúcspontok, itt pedig csökkenő csúcspontok, erről annak idején folyamatosan beszéltem is, ez most már kezdi kiadni magát. Azt látjuk, hogy jelenleg az RSI-ben momentumébredésre jel nincsen, szakad lefelé, összes exponenciális mozgóátlaga alatt van, és bizony itt a háromnapos idősávon is lassan bemegy az 50-es szint alá, ami egy rossz hír lenne a bikák szempontjából. Akik a háromnapost kereskedik, azoknak az azonnali RSI trend, amit meg kell tartani, nagyjából így néz ki. Ha valahol, akkor itt kellene fordulnia a momentumnak, ahhoz, hogy háromnaposon ne vesszen el ez a novemberben megkezdődött emelkedés. Akkor, hogyha a 50 alá bemegy az RSI-nek az értéke, és tartósan bekerül ez alá a trendvonal alá, akkor a november óta tartó emelkedő momentum, vagy erősödő momentum trend az elveszettnek lesz tekinthető. Csárpák momentum oszcillátor egyelőre nem mutat fordulási jeleket, szakad lefele, bőven medvés területen van, tehát a momentumot azt azért gyengülőnek jelzik nekünk a momentum indikátorok. A csárpán kereskedési rendszer az még mindig zöld gyertyákat ad nekünk, tehát az ő általa figyelt indikátoroknak a beállított értékei, azok még mindig egyöntetően egy longos momentumot jeleznek, de ha ránézek ezekre az indikátorokra, akkor van egy olyan érzésem, hogy ha innen még egy kicsit lejjebb megy a következő gyertyában az árfolyam, akkor megérkeznek a szürke gyertyák, de lehet, hogy egyből piros gyertyákat fogunk kapni az indikátortól. Egynapos bitcoin grafikon, ugye alapvetően a háromnapos alapján lövöm be a pozíció méretet, de az egynapos alapján szoktam lekeresztezni, ahogy azt említettem nektek itt ennél a gyertyánál, itt este, amikor elmentem lefeküdni, akkor beállítottam ezek alá, a záró szintek alá, ugye ez nap itt másodikán reggeli videóban említettem, hogy amennyiben itt ezek alatt, a zárók alatt kapok egy bitcoin zárást, akkor mindenféleképpen csökkenteni fogom a pozíció méretemet. Itt ezen a ponton ez meg is történt, itt este beállítottam egy stop loss megbízást ide 23 ezer alá, és ez szépen el is sült, úgyhogy jelenleg egy csökkentett pozíció mérettel vagyok jelen a bitcoinnak a piacán. Az egynapos idősávon itt egyelőre semmilyen nem utal arra, hogy ezt a pozíció méretet, ezt egyáltalán gondolkoznom kellene megemelni. Tudnélik, az egynaposon a trend struktúránk egyértelműen medvés, jönnek a piros gyertyák a csárpánk indikátortól, mozgóátlagok medvéssel rendezésben vannak, és azt látjuk, hogy az RSI is folyamatosan trendel lefelé. A csárpánk momentum oszcillátor az egyetlen, aki itt mintha készülne egy kicsit felfelé fordulni. Alapvetően ez végül is egy szerény, de jó hír lehet ezen a csárton. Itt igazából a fontos az lenne, hogyha az árfolyam innen egy kicsit meg tudna fordulni, itt ezen a szinten megtámaszkodna és fölfele tudna fordulni, és az RSI is fölfele fordulna, akkor kapnánk egy trend folytató szignált, egy olyan fordított divergenciát, ami úgy állna össze, hogy ez a csúcspont, illetve ezután a mélypont után itt lenne egy magasabb mélypont, az RSI mozgásában pedig mélyebb mélypontot kapnánk, akkor, hogyha itt kapunk egy tiszta könyököt, ez egy olyan trend folytató, fordított divergencia lenni, ami egy erős trend folytató szignál szokott lenni, de ilyen egyelőre ezen a csárton nincsen, az RSI lefelé tart, az árfolyam a trend lefelé tart, látjuk, hogy az indikátor piros gyertyákat dobál nekünk, ami a momentumot medvésnek jelzi a bitcoin piacán, ami fontos szempont a bikák számára, vagy egyáltalán a bitcoin kereskedők számára, az nagyjából itt ez a zóna. Nézzük meg, hogy itt annak idején ez egy deviációs szint volt, itt is volt egy nagyon-nagyon komoly árfolyam tömörülés, ezen támaszkodott korábban a bitcoinnak az árfolyama. Ez az a szint, ami alatt itt, hogyha ezt a mozgást megvizsgáljuk, akkor igazából itt ez az egy lendülettel itt semmilyen szintet nem képzett az árfolyam, vélhetően akkor a mozgás lefelé az ez alatt a zóna alatt gyorsulhat. Itt volt valami kis szint itt 18 000 dollár környéken, de hogyha ezt elveszítjük, ezt a 20 000 pár száz dolláros, mondjuk 20.500 dollárig húzzuk le ezt a zónát, hogyha ezt a szintet elveszítik a bitcoin bikák, akkor itt lefele azért lehet számítani egy gyorsuló mozgásra. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nagyjából ennyit terveztem ma a bitcoin piacokról elmondani nektek, remélem, hogy továbbra is szeretitek ezeket a rövid kis reggeli bitcoin piaci összefoglalókat, és ezek segítenek nektek abban, hogy egy kicsit jobban átlássátok az árfolyam mozgásokat a bitcoin piacán. Amennyiben így van, akkor a lájkokat, feliratkozásokat, megosztásokat és kommenteket továbbra is nagyon köszönöm, ezek nektek nem kerülnek semmibe, nekem viszont segítenek abban, hogy a csatornámat egy kicsit relevánsabbnak tartsa a YouTube. Szép napot és jó kereskedés nektek, találkozunk a következő videóban, sziasztok!